főmunkatársa, Korsó Zoltán a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója, mint házigazda, és a névadó támogató Végés Szület Energia Holding igazgatósának tagja, Csiba Péter. Én szeretném megkérni elsősorban a köszöntség, tehát az igazgató urat, hogy köszöntse röviden a sajtó képviselőit, majd utána a támogatói elmondják a köszöntőzést, végül nem utolsó sorban a díjazottakat, illetve a könyvet fogjuk bemutatni. Köszönöm szépen, Világ! Házigazda nevében szeretném valóban a sajtó képviselőit és a média képviselőit köszönteni. Ez a 10. alkalom, amikor itt tartjuk a Naturart és természetfotósa kiállítást és díjkiosztását, valójában pedig a 22. alkalom, ha jól tudom, amikor egyáltalán megrendezésre kerül ez a program. A Természettudományi Múzeumban vagyunk, amelyik azt hiszem, hogy jogosan az helyt ennek a kiállításnak. Hátul a kupola csarnokunk, a 2004-ben átadott fogadó épületünknek a kupola csarnoka az, amelyik a közönségszolgálati központi terme és elosztó helye. Innen lehet a kiállításokhoz a volt lovarda épületébe jutni, illetve a időszaki kiállításunkhoz, ahol most egy újra kiállítást átadó szemtelenségközi hívő. A fotó kiállítás pedig egy rendszeres eseménye a múzeum rendezvényeinek, és nagy örömmel adunk mindig helyt ennek a kiállításnak. Én magam is szeretnék már egy kezdődő elindulni, ezt ilyen természetfotó versenyen, mert évek óta fotózom, mégis csak nem gondolom, hogy olyan minőségben, hogy erre a kiállításra megjelenhetünk, de lehet, hogy foglalkozik ezzel a szemben. Köszönöm szépen, és remélem, hogy élvezni fogják a fotó kiállítást magát is, illetve a támogatóknak átadom a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Külön örömre szolgál, hogy már 5. éve támogatjuk ezt a kiállítást névadó szponzorként. A GDS Suez talán annyit tudnak róla, hogy a világ egyik legnagyobb közüzemi szolgáltatója Magyarországon, több mint 800 ezer háztartást és több ezer kis és középvállalkozást is természetesen jó néhány nagy vállalkozást kell egy szolgálatra. A csoport számára, mint a legtöbb energiacég számára a fenntartható fejlődés igen fontos. Ezért tartjuk fontosnak, hogy egy olyan eseményt támogassunk, ami a környezettudatos gondolkodásra, az ember és a természet kapcsolatára, a természet energiáira hívja fel a figyelmet. Szeretnénk ebben az évben is meghirdettük, mint ahogy korábban tettük a természet energiái kategóriát, és nagy öröm számunkra, hogy az idén Máté Bence, aki az első alkalommal fergeteget nyert itt is, meg a National Geographic pályázatán is, az idén megnyerte a BBC Wildlife magazin és a Londoni Természettudományi Múzeum madarakhatárzáról kategóriáját felvételével. Örülünk neki, hogy ilyen módon valahogy a mi sikerünk összekapcsolódik az övével most már lassan is éve. Külön szeretném kiemelni, hogy ebben az évben először hirdettük meg a természetfotósok kiállításának a közönségdíját, és az erről szóló szavazást, ami Facebook oldalunkon több mint 30 ezer lájkolója van, aztán ezt így kell mondani. És ez a társaság nagyon szavazott a fotókra is, úgyhogy köszönjük ezúton nekik is, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy közönségdíjat lehessen az idén hirdetni. Az energiacégek számára, mint említettem, nagyon fontos a fenntartható fejlődés, és az, hogy egyfajta megbízható szociális partner is legyen azokon a területeken, ahol jelen van itt Magyarországon. Úgyhogy az idei évben a GDS Suez, mint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság gázszolgáltatója, szervezett így ezekből a gyermekotthonokból 2 vagy 3 buknyi ifjú fotórajongót is, hogy meg tudják nézni a kiállítást. Nagyon örülünk neki, hogy őket ide el tudjuk jutatni, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen vélemények alakulnak ki a ifjú fotóművészek körében. Köszönöm szépen, és hát örömmel támogatjuk idén is a kiállítást.
Én is köszönöm szépen, és mi is örülünk, hogy névadó támogatónk van, de nagyon fontos, különösen itt a sajtóképviselő előtt elmondani, hogy a pályázatunknak, a névadó támogató az azt jelenti, hogy a neve a pályázatnak az GDSUS, az év természet fotókat 2014, így kérnénk, hogyha írtok a pályázatra, akkor próbáljuk ilyen formában, mert ez a